Köszöntöm a Bonyhádi Napló nézőit, Jela Jászmin Grész vagyok. Mutatom, mit kínálunk a mai műsorban. Orvosi ügyelet energiafelhasználás ösztöndíj program 14 napi rendi pontról döntött a képviselőtestület. Autómentes nap Bonyhádon a gyalogos és a kerékpáros közlekedést népszerűsítették. Ünnepeltek a szépkorúak, zsúfolásig megtöltötték a sportcsarnokot. Szüreti felvonulás a székely hagyományok jegyében. Megtartotta szeptemberi ülését a Bonyhádi képviselőtestület, ezúttal 14 napi rendi pontot vitatott meg a városvezetés. Ülésezett Bonyhád város képviselőtestülete. A döntések közül talán a legfontosabb az orvosi ügyeleti rend megváltoztatásával kapcsolatos, amely jogszabályi előírásnak megfelelően október 1-től lépett életbe a városban. Tudtuk meg Filóné Ferenc Ibolya polgármestertől. A központi háziorvos ügyeletnek a megváltozásáról is döntéseket hoztunk, hiszen október 1-től Tóna vármegyében megváltozik az ügyeleti rendszer. Hogy mennyiben érinti ez a bonyhádi lakosokat, erről azért röviden tájékoztatást adnék ebben a formában is, hiszen azért a város honlapján, Facebook oldalán is számos helyen lehet erről hírt kapni, de fontosnak tartom, hogy minél többen értesüljenek erről a változásról. Maga a háziorvos ügyelet nem szűnik meg a városban, csak éjszakai ügyelet nem lesz ezentúl Bonyhádon október 1-től. Hétköznapokon 16 órától, amikor vége van a háziorvosi rendeléseknek, este 22 óráig lehet megtalálni ugyanott az Ablonci házban az ügyeletes orvosokat. És 22 órától, másnap reggel 8 óráig nem lesz már háziorvos az ügyeletben, akkor szexárra kell menni. Természetesen, hogyha olyan állapotban van valaki, ami az életet veszélyezteti, vagy ami olyan hirtelen egészségkárosodás következik be, akkor mentőt kell hívni ugyanúgy, mint az eddigiekben. Én bízom abban, hogy a változás nagyon sok embert nem fog érinteni, azért nagyon sok mindent átstruktúrált a Covid, hiszen azóta az a tapasztalat, hogy éjszaka az ügyeletet már nagyon-nagyon kevesen keresik fel, és veszik igénybe ezt a szolgáltatást. És a hétköznapokról beszéltem, az ünnepnapokról, pedig munkaszüneti napokról még nem, ott 14 óráig lehet felkeresni az ügyeletet, és 14 órát követően kell szexádra, a központi ügyeletre mennie a lakosoknak. Bízom benne, hogy ez nagyobb fennakadást nem fog senkinek okozni. Ennek a döntésnek a kapcsán nyilván az ingatlan hasznosításáról is kellett döntenünk, illetve az előző szolgáltatóval, a BZBT-vel kötött szerződésünknek a megszüntetéséről is, hiszen ez október 1-től már okafogyottá válik. A polgármester hozzátette, a testület a fűtési szezon közelettével a most következő őszi-téli időszakban is optimalizálni szeretné a közintézmények energiafelhasználását. Már a tavalyi évben döntöttünk az energiafelhasználásnak a optimalizálásáról itt a képviselőtestület ülésen, hiszen akkor még előtte voltunk a közbeszerzéseinek, mind áram, mind gázbeszerzésének tekintetében, és nem tudtuk, hogy milyen mértékben fognak ezek az árak megnőni, csak azt tudtuk, hogy többszörösére emelkednek. Időközben ezeket a közbeszerzéseket lefolytattuk, és bár az elvárásoktól vagy a vártól azért kedvezőbben alakultak a magyar kormány támogatásának és segítségének köszönhetően ezek a rezsiárak, azért mégis többszörösei az előző évekének. Ezért idén is fontosnak tartottuk, hogy a fűtési szezon kezdetével, ugye október 15-től egészen április 15-ig olyan racionális döntéseket hozzunk, amelyek alapvetően nem befolyásolják a város lakosainak az intézményi létét és aznak a szolgáltatásainak a használatát, de mégis jelentős akár több tízezer köbméter gáz megtakarításról és több tízezer kilowatt energia áram megtakarításról van szó, ezért fontosnak tartjuk továbbra is. Változás a tavalyi évhez képest, hogy tavaly ugye a három közművelődési intézményeket összevontuk, és csak részlegesen lehetett látogatni a városi könyvtárat, illetve a múzeumot, erre idén nem kerül sor. Mindhárom közművelődési intézmény a saját telephelyén a megadott nyitvatartás szerint fogja várni a látogatóit. A tanúszodának a rendje is változik. A tavalyi évben csak 8 órától tudták a tanúszodát igénybe vevő diákok az úszodát használni, ezért reggelente a bérleteseknek nem volt lehetőségük használni a tanúszodánkat. Erre idén nem kerül sor, tehát 6 órától ugyanúgy nyitva lesz a tanúszoda. Ugyanakkor tavaly csak téli szünetben zárt le 3 hétre
az uszodánk. Idén nem csak a téli szünetre, hanem már a meghosszabbított őszi, illetve jövő évi tavaszi szünetre is zárva fog tartani. Ez nyilván egyszerre, egy időben, egy hosszabb időszakot leállva sokkal hatékonyabban lehet energiát megtakarítani, mint hogyha napi szinten változtatnánk ezt. A legfontosabb változtatások ezek. Én bízom benne, hogy nagyon sok akadályt nem fog senkinek az életében okozni, ugyanakkor jelentős forrást tudunk megtakarítani ezzel. A polgármester végül kiemelte, a felsőfokú intézményben tanulók támogatását továbbra is szívügyének tekinti a város, ezért egyhangúlag döntöttek a Bursa Hungarica ösztöndíjprogramhoz való csatlakozásról is. Csatlakoztunk idén is a Bursa Hungarica felsőoktatási pályázathoz, hosszú évek óta tesszük ezt, hiszen ilyenkor a város is támogatást nyújt az egyetemeken, főiskolákon tanuló felsőoktatásban résztvevő fiatalok számára, amelyet a magyar állam egészít ki. Ezzel segítünk mindenkit, aki ebben részt vesz. Erről döntött a testület, hogy ezt továbbra is folytatjuk. Bonyhád város képviselőtestülete 14 napi rendi pontot vitatott meg szeptemberi ülésén, végül valamennyi elnyerte a testület támogatását. A gyalogos és a kerékpáros közlekedést népszerűsítették Bonyhádon. A város ugyanis idén is csatlakozott az Európai Mobilitási Héthez, amelynek keretében autómentes napot tartottak. A programok között egészségfejlesztő játékok, kresszsuli, illetve biciklis felvonulás várta a diákokat, érdeklődőket. A mai programnak az a célja, hogy a lakosságot felkészítsük a jövőbeni forgalom, hát úgymond csökkentésére, és a fenntartható közlekedést helyezzük előtérbe, ezért kerékpárokkal, rollerekkel, illetve gyalog közlekedünk a mai nap folyamán, és a programjaink is nagy részt erről szólnak, illetve a biztonságos közlekedésről. A programok között egészségfejlesztő játékok, kresszsuli, illetve e-roller közlekedés biztonsági feladatok várták a diákokat, érdeklődőket. Ki lehet próbálni idén ismét a trükkös kerékpárokat, kezes-lábas játszóházat, amiben szuperjátékok vannak, illetve van kresszsulink, ahol a gyerekek közlekedhetnek gyalogosként, illetve úgymond autóval, ami számukra ugye kis biciklit, rollert jelent, és megismerhetik a kressz szabályait ezáltal. A mai napon nem csak mi, mint Bonyhádváros önkormányzata veszünk ebben részt, hanem most zajlik az Európai Biztonsági Hét is, melynek keretében a katasztrófavédelem és a rendőrség is részt vett a programjainkon, így megismerhetik úgymond a baleset megelőzés szempontjait is, hogy kell biztonságosan közlekedni. Füstsátort próbálhattak ki a gyerekek, mentőautót, rendőrautót, tűzoltót nézhettek meg, kockákból közlekedési táblákat kellett kirakni, kressztesztet tölthettek ki a mai nap folyamán a gyerekek. Reggel 9:30-kor volt egy gyalogos felvonulásunk, amivel demonstráltuk azt, hogy igenis gyalog is lehet közlekedni, iskolába járni. A délután folyamán pedig voltak, akik biciklire ültek, és csatlakoztak a kerékpáros felvonuláshoz, amelynek élén Köllő Roland, a helyi sportközpont igazgatója, és ikertestvére Köllő Babetta, a Völgységi Városból származó színész műsorvezető tekert. Hát nagyon jó hazajönni Bonyhádra, az Ibolya is kérte, hogy jöjjek, a polgármester asszony, mert nyilván az egészség az nekem nagyon fontos. És ha hirdetünk egy autómentes napot, vagy egyetem bármi, ami az egészségről szól, abban én benne vagyok, mert ahogy az ember a kora halad előre, te ezt még nem tudod, de ahogy az embernek a kora halad előre, egyre fontosabb szerepet kap az egészség. Egy ilyen PET palack kell lenni, nagy kampányban is benne vagyok, és ez nagyon fontos a földünk szempontjából. Ez nyilván az egészség szempontjából is nagyon fontos, mert ugye belélegezzük és megesszük gyakorlatilag a mikroműanyagokat, de ezen kívül én járok edzőterembe hetente 3-4-szer, ahogy időm engedi, és próbálok egészségesen élni. Nem azt mondom, hogy nem bűnözök, és nem azt mondom, hogy nincsenek időnként túlkapások, inkább azt mondom, hogy megpróbálom a lehetőségekhez képest a legjobbat kihozni a helyzetből mindig. Sajnálatos módon azért Budapesten ez egy fokkal nehezebb, tehát most mondtam tesómnak, hogy itt körbe bringáztuk Bonyhádot, hogy ezek gyakorlatilag azok az útvonalak, ahol én gyerekkoromban jártam, hogy én megértem tesómnak, hogy ősszel hazajövök, lerakom az autót valahol az utca végén, és bringázni fogok napokon keresztül. Erre Pesten azért nincs lehetőségem. De gyakorlatilag ahogy kijönnék az utcából, onnantól kezdve már nem nagyon tudok sehova menni bringával. Nagyon jó. Szépen lassan üzenjük, hogy megvan a turbonyomás.
Az egészséges életre való nevelés az már ugye az iskolában, meg a gyerekeknek a családi környezetben megkezdődik, és nagyon fontos, hogy olyan programokat szervezzünk a gyerekeknek is, meg és a családoknak is, hogy gyakorlatilag ösztönözzük arra őket, hogy minden nap sportoljanak. A mindennapos testnevelés egy nagyon jó dolog, hiszen a gyerekek minden nap tudnak mozogni iskolai kereteken belül, de ugye ez nem elegendő. Nagyon fontos az, hogy akinek van affinitása, tehetséges, az mindenféle sportágban próbálja ki magát, és a végén majd kiderül, hogy miben tehetséges, azt kell majd erőltetni, és abban lehet majd specializálódni. De én, amikor a gyermekeim kicsik voltak, akkor mindig mi is arra törekedtünk, hogy minden nap sportoltassuk őket, megmozgassuk őket, legyen az foci, úszás, kosárlabda, atlétika, teljesen mindent, csak sportoljanak minden nap. És a végére kiderült, hogy mihez van kedvük, mit szeretnének legjobban csinálni, és abban támogattuk őket. A délutáni kerékpáros felvonulás után a Mozdulj Bonyhád programsorozat eredmény hirdetése és tombola sorsolás zárta a jó hangulatú eseményt. Zsúfolásig megtelt a bonyhádi sportcsarnok, ezúttal nem sporteseményre gyűltek össze a szurkolók, hanem az önkormányzat látott vendégül több, mint 600 szépkorú lakost az idősek napja alkalmából. Volt játék, ehető rózsa, töltött káposzta, és mindezek mellett egy nótaestre mulathattak az egybegyűltek. Több meglepetéssel várták az időseket, amihez nagyon sok ember összehangolt munkájára volt szükség. Mindig a meglepetésre és a nagyfokú megörvendeztetésre számítunk, és ezzel is készülünk. Az, hogy telt létszámmal működjön ez a rendezvény, az nagyban hozzájárul ahhoz, hogy nagyon színvonalasan szervezi meg az önkormányzatunk, és persze minden társintézmény kiveszi ebből a részét. Mi is készültünk, reggeltől itt vagyunk, talpon vagyunk, és csináljuk, hogy mindenkinek kellemes perceket szerezhessünk. Igaz, hogy gyorsan elfogynak a jegyek, de annyira jól működő rendszer vagyunk, hogyha valaki lebetegszik, akkor visszahozza a jegyeket, hogy mindenki el tudjon jönni az ilyen rendezvényre. 600 főre terítettünk, úgyhogy bízok benne, hogy mind a 600 férőhely megtelik. Idén sem maradhatott el a meglepetés. Ehető rózsával várták az időseket, melyet a gondozási központ dolgozói saját kezükkel készítettek el. Virággal várjuk az időseinket, méghozzá egy túros linzer rózsával, amit mi magunk készítettünk a gondozási központban, a levelet pedig asszalt gyümölcs teszi ki, asszalt kivi, és így minden része fogyasztható, és még egészséges is, és ehhez a nótaesthez csak egy rózsa való. A műsor megkezdése előtt nótafelismerő játékkal szórakoztatták a nagy érdemű publikumot. Polgármesteri köszöntőjében Filóné Ferenc Ibolya kiemelte azt a hatalmas összefogást, ami lehetővé tette ennek a nagyszabású rendezvénynek a létrejöttét. A szívem az itt van a színpadon, és bár csak egyedül állok itt önök előtt, egy sokkal nagyobb csapat az, aki képzeletben itt áll velem a színpadon, akiknek a segítsége nélkül ez a mai rendezvény nem jöhetett volna létre. Gondolok itt elsősorban a gondozási központ csapatára, akik már hónapokkal ezelőtt azon ötleteltek. Köszönöm a tapsok a nevükben is, hogy mivel lepjük meg ma önöket, és itt most nem a műsorra gondolok, hiszen azt már tavaly megbeszéltük, ha jól emlékeznek rá, akik itt voltak, hogy ez volt a kérés az idősek részéről, hogy tartsunk egyszer egy nótaestet, és én tavaly megígértem, és most a belétetésnél volt, aki azt mondta, hogy mi tudtuk, hogy ez lesz, hiszen tavaly megbeszéltük. De lássuk, hogy érezték magukat az ünnepeltek. Nagyon jó, kellemes, és nagyon szívesen fogadtak, és örülünk a szép estének, hogy szórakozzunk, kicsit oldjuk fel az időseket, jó kedvet, békesség legyen mindenkinek, azt kívánom. Egy közösségben részt vesz az ember, és ez mindig jó érzéssel tölti el az embert. Mindig jó volt, mindig, akármilyen előadó volt, mindig tomboltunk. Mivel már látszik, hogy a jövőben a rendezvény népszerűsége miatt a résztvevők száma meghaladhatja a sportcsarnok befogadó képességét, az önkormányzat már most gondolkodik a megoldáson. Nagyon nagy az érdeklődés minden évben, és nagyon gyorsan elfogynak a jegyek, de egyelőre még nem gondolkodtunk abban, hogy még egy nagyobb helyszínen, mert nagyon a városnak nincsen másik. Talán egy olyanban lehetne, hogy többször, több alkalommal, ne csak az idősek napján, hanem más alkalomból is lehessen ilyen programokat szervezni.
Természetesen az idősekről nem csak ilyenkor gondoskodik az önkormányzat, hanem az év minden napján segíti őket. Nagyon nehéz időszakon vagyunk túl, mindjárt emlékszik még azokra a járványos időszakra, amikor egy ismeretlennel álltunk szembe. Szerintem akkor is igyekeztünk jól helytelni, és nem egyedül hagyni az időseinket. Akkor már megszerveződött egy olyan csapat az önkormányzatnak az intézményeivel együtt, az összes dolgozóval, hogy tudtunk gondoskodni róluk, a mindennapi ellátásukat meg tudtuk úgy szervezni, hogy semmiben ne szenvedjenek hiányt, és ez azóta is megmaradt ez a jó kapcsolat az idősekkel. Én úgy gondolom, hogy ők egyébként a legaktívabb társadalmi rétege a városunknak, a legtöbb civil szervezetünkben, az énekkarokban, a Városi Nyugdíjas Klubnak a legnagyobb taglétszáma van, sokkal nagyobb, mint egy fiatalokat csoportosító civil szervezetnek, úgyhogy mindenki példát vehet róluk, aktívak, segítőkészek, és közösségi erejével együtt, jó velük együtt lenni, úgyhogy bízom benne, hogy még sokáig így lesz. A rendezvényt a Dankó Rádió rendkívül színvonalas Nóta estje zárta. Már negyedik alkalommal rendezett szüreti felvonulást Majoson a Székely Hagyományőrző Egyesület. Pap Domon Kosal közösség elnöke elmondta, fő céljuk az, hogy megismertessék és megszeretessék a székely hagyományokat a legfiatalabbakkal is. A jó hangulatú esemény bállal zárult. Immáron negyedik alkalommal rendezett szüreti felvonulást Majoson a Székely Hagyományőrző Egyesület. Pap Domokos, a közösség elnöke elmondta, fő céljuk az, hogy megismertessék és megszerettessék a székely hagyományokat. Most az idén a futballpályán lesz a rendezvény, ott lesz egy köszöntő és egy ilyen egy órás körülbelül kulturális műsornak nevezett. Nyilván a hagyományokhoz hűen néptánc, dalok, népzene, mesemondás, ilyesmi, ez körülbelül egy órás program, utána lesz egy vacsora, vendégül látjuk a népet vacsorával, galuskát főzünk, mind ez hagyománynál, vagy aki úgy ismeri töltött káposztát, a székelyek galuskának hívják, azzal megvacsorázunk, arra is van egy egész jó kis időszak, és akkor utána a Delfin zenekarra megkezdődik a mulatság, ami remélhetőleg hajnalig tart. Közben lesz tombola. Aki lemaradt róla, bánhatja. Aki viszont ott volt a majosi szüreti felvonuláson, az egész nap remekül érezte magát. Ráadásul megízlelhette, milyen is a messze földön híres töltött káposzta. Idén a nagyszámú érdeklődésre való tekintettel közel 400 adag készült belőle, ám ez az étel is tipikusan azon étkek közé tartozik, amelyből nem lehet eleget készíteni. A hagyományőrző program sok embert vonzott a településre. Hőgyészről jövök, hőgyészi vagyok, és én szeretem, mert mindig zenéltem én is fiatal koromban, és kíváncsi voltam, hogy Majoson hogy zajlik ez az esemény. És nagyon tetszik. A kulturális műsor keretében hagyományos néptánccal és dalcsokorral vonultak fel a hétállomásos helyszíneken, ahol a helyiek a szokásoknak megfelelően finom falatokkal várták őket.
Bonyhádi Székelykör körrel jöttünk ide, és az az igazság, hogy én most nem olyan rég csatlakoztam hozzájuk. A Bonyhádi Székelykör, annyit kell tudni, hogy ők egy olyan másfél éve átalakultak, és egy teljesen új, egy kicsikét modernebb változatot vettek fel. A hagyományokhoz, hagyományoktól kicsikét eltérően néptáncot is bevezettek. Mindig jó itt a, tehát jókedv van, tánc van, mulatság van, és ez engem mindig is vonzott. Nagyon közel áll hozzám a néphagyományápolás, és itt mindent egybevetve megtalálhatunk a Székelykörben. És ez az első év is, hogy én Majosra kilátogattam, de garantálom, hogy továbbra is fogom tartani ezt a hagyományt, mivel hogy ezzel a csoporttal biztos, hogy fogunk még csatlakozni ehhez a rendezvényhez. A sportpályán egész nap egymást váltották a színesebbnél színesebb programok, felléptek a helyi nemzetiségi csoportok, műsort adtak az óvodások. Az esemény hagyományosan szüreti bállal zárult, közel 300 emberrel. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!